Az eddigi mini Schengen elnevezést felváltotta az Open Balkán, vagyis a Nyitott Balkán elnevezés hangzott el a fórumon. A program bemutatása előtt a résztvevő államvezetők aláírtak három megállapodást, amelyek a szabad áruforgalomra, a közös katasztrófavédelemre és a szabad munkaerő áramlásra vonatkoznak. Ma pakto de giusto. Sbashku jemi ma të konsiderushëm për sa i përket potencialit investimeve, por edhe zërin e kemi më të fortë. Se dhe si që shikoni, mjafton të mblidhemi ne në fund korikut, në Shkup, që s'ka zdet. Az országok vezetői egyetértenek abban, hogy a Nyitott Balkán nevű együttműködésre vonatkozó kezdeményezés nagyon fontos a régió polgárai számára, ami jelentősen megkönnyíti az életet és hozzájárul a további gazdasági növekedéshez. Nasite napori, makedonskiot narod, albanskiot narod i srpskiot narod, pred sebe imaat ist pat. Imame ista vizija i isti vrednosti. Toa se evropskite vrednosti. Odime po istiot pat, zajedno, napred, povrzani. Balkanot dovoljno dolgo беше opkružen со zidovi. Namesto zidovi, денеска изградивме нови мостови. Alekszandar Vučić kiemelte, Szerbia megbízható partnere lesz a Nyitott Balkán kezdeményezésnek. A szerb államfő elmondta, bízik abban, hogy a három ország közeledni tud egymáshoz, és meg tudják őrizni a régió stabilitását. Pred nama je ne lak put. Ovo su fantastične ideje, izvanredna vizija, moramo mnogo da radimo, moramo da ubedimo naše ljude da budu vredni, da budu marljivi, da sve rezultate isporuče na vreme. Ako to budemo uradili, onda ako jednog dana idete od Tirane do Beograda bez jedne granice i da mogu da prođu bez zaustavljanja bilo gde. A szerb elnök rámutatott, a Nyitott Balkán kezdeményezés mindenki számára elérhető a régióban. Amennyiben sikerül bevezetni a Nyitott Balkán elnevezésű tervet, akkor 2023. január 1-től megszűnhetnek a határok a szerbiai, észak-macedóniai és albániai polgárok előtt a régióban.